Az ország 24 iskolájában mintegy 6500 tanuló oktatását és csaknem 700 pedagógus munkáját támogatja a Vodafone. Hazánkban a gyerekek 17%-a hátrányos helyzetű családban él. Ők nem jutnak hozzá modern eszközökhöz, amelyek a digitális világ elérését biztosíthatnák számukra. Az iskolaprogram ezt a hátrányt igyekszik ellensúlyozni. A makuiak már a kezdetekkor csatlakoztak a lehetőséghez, azóta 40 tablet és ehhez 2 éves internet előfizetés segíti a mindennapi oktatást. A gyerekek is nagyon szeretik, mindig vannak lelkes emberek, hogy ők szeretnének lenni a tablet felelősök, és tulajdonképpen a tanóráknak én azt mondom a 30-40%-ában hasznosítva van. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a tanóra teljes időtartama alatt, időnként csak böngészni kell rajta, keresni, máskor alkalmazások segítségével mondjuk tesztet kitölteni. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen hasznos és jó lehetőség ez az iskolának. A rendezvényen elhangzott, hogy a digitalizmus nélkül nincs modern jövő. Ha nem fektetünk erre hangsúlyt, gyermekeink nem lesznek majd képesek felzárkózni a technológiai robbanáshoz. Ennek fontosságát mérte fel a kormány is, amikor tavaly elindította a digitális jólét programját, mely nem csak a fiatalabb nemzedék számára kívánja elérhetővé tenni a világhálót, fogalmazott Dajcs Tamás. Azt szeretnénk elérni, hogy minden magyar polgár életkorra, nemre, lakóhelyre, vagyoni helyzetére való tekintet nélkül a digitalizáció nyertesévé válhasson. Az a határozott meggyőződésünk, hogy ez a leghelyesebb célkitűzés. Engedjék meg, hogy talán még egyel erősebben fogalmazzak, ez az egyetlen helyes célkitűzés. Ha minden erőfeszítést annak az érdekében mozgósítunk, hogy minden magyar polgár a digitalizáció nyertesévé válhasson. Az eseményen ott volt az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár, aki végezetül elmondta, hogy a jövő év végéig a kormány 31 milliárd forintból az összes magyarországi iskolába juttat digitális eszközöket. Emellett elvégzik a hálózatfejlesztést, a wifi hálózat pedig 100%-os lefedettségű lesz. Csongrád megyében ez 115 helyszínt jelent, ahol 27 000 diák tanul.